start elindult a harmadik futam, és jól is sikerült az indítás Halle Boomnak. Ő az, aki vezet a Rainbow Rosie-val. Rainbow Rosie nagyon jól indult, az újoncok közül messze ő a legjobban. Halle Boom, illetve See My Soul. Ez az első háromló sorrend, jól együtt galopozik az egész mezőny. Jonka és Boatsion a mezőny végén pillanatilag. Kirgiz a középmezőny második felében, halad Prey and Win pedig a középmezőny tagja, és fölgalopozik a frontba Kulináris, ráadásul Kulináris ben van a falon, Kulináris See My Soul, ez az első két ló sorrendje, fejfejt galopoznak, illetve ott van közöttük Halle Boom, ők hárman nagyon jól együtt, mögöttük pedig megkezdi most már a zárkózás Rainbow Rosie, illetve Prey and Win, a mezőny végén pedig Janka színei tűnnek föl. A lovak már a kanyarban vannak, még mintegy jó 600 méter van hátra a versenyből, sőt a 800-as táblát is még csak most hagyták el, vezet még mindig Kulináris. Kulináris az élen, Kulináris mellett azonban Halle Boom színei tűnnek föl, a harmadik pozícióban pedig See My Soul. Ők hárman külön versenyt vívnak, Rainbow Rosie is egészen jól tartja magát, és szépen lassan, azért igencsak szétszóródik ez a mezőny, a negyedik, ötödik pozícióban pedig Boasi Wong színei tűnnek föl. Egészen kívül fordul Prey and Win, és egészen kívül a mezőny végén próbál ma följebb zárkózni jó néhány versenyző. Az élen See My Soul, See My Soul a távolszlopnál a favorit, 2-3 hosszal vezet, a Rainbow Rosie jó versenye, jelentkezik elsőre, és megpróbálja lehetetlent megverni a favoritot, See My Soul. See My Soul vezet, See My Soul biztosan fog győzni, Rainbow Rosie nagyon szimpatikusan fut, ő lesz majd mögött a második, a harmadik helyre pedig megérkezik a végén Boasi Wong, elég messziről zárkózva, és akkor így Halle Boom az, aki lecsúszik a dobogóról.